Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió valamennyi kedves nézőjét, térségünk című műsorunk mai vendége, Balogh Gyula, a Bátszalok alpolgármestere. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszöntöm én is, és a kedves nézőket, és különösen azokat az abátszalókiakat, akik a tévé előtt nézve kísérik figyelemmel ezt a műsort. Ugye Abátszalók a Tisza-tavi térség egyik kedvelt települése, hiszen itt a nyári időszakban azért sűrűbben megfordulnak a látogatók, de gondolom, hogy a többi évszakban is vannak olyan lehetőségek, amelyeket a turisták kihasználhatnak. Beszélgetésünk elején egy pár szóban, nagy vonalakban mutassa be nekem Abátszalókot. Igen, hát Abátszalók ugye a Tiszató mellett lévő elég jelentős település. Ma már egyébként pedig ugye az Alföldön van, a Nagykunság szélén, de a Hortobágy szélén is egy picit érintve a nagyiváni térségből, illetve hát a Tisza folyó mellett és a Hevesi megye, Hevesi térség ölelésében. Tehát egy ilyen hármas feladata van, ma pedig jellemzően a turizmus az, amely a meghatározó területe ennek az abátszalóki térségnek. Igazából itt jellemzően a korábbi esztendőkben, években, a történelem folyamán is mezőgazdaságból éltek az emberek, az alföldi tájat kihasználva, illetve hát korábbra visszamenőleg pedig a halászat, vadászat, tehát nem véletlenül települtek az őseink a folyó mellé, ugye ott mindig tudtak egy kicsit kereskedni, rév működött, az abádi révet már Anonymus is megemlíti a Gesta Hungarorumában igazából, tehát fontos révátkelő hely volt ez ott a ország középső részéből a keletre haladók, vagy az Erdély irányába haladók tekintetében. Egy településnél nagyon fontos, hogy legyen népesség megtartó ereje. Most körülbelül hányan élnek a Abátszalókon, illetve milyen olyan lehetőségek vannak, gondolok itt ugye a munkalehetőségre, ami ott tartja az ott lakókat? Igen, nagyon nehéz, tehát fogyatkozik a település úgy, mint a vidéken általában nagyon sok területen. Jelenleg 4300 lakosa van a Abátszalóknak. Sajnos öregedő település, tehát a fiatalok ahogyan az most egy picit egyfajta irányt mutat, hogy akik tanulnak, a fiatalok bizonyos tudást szereznek, sokan külföldön helyezkednek el, vagy átmennek a dunántúli régióba, vagy a fővárost választják, illetve hát a nagyobb városokat, ahol nekik a munka lehetőségük jobb. Adottságainkat tekintve abból a szempontból, hogy egy nagyobb város vonzás körzetében legyünk, így nem túl jó a helyzetünk. Szolnok 60-65 kilométerre van, Eger 80 kilométerre van tőlünk, Debrecen pedig 100 kilométerre van. Tehát az olyan jelentősebb városok, amelyek a fiatalokat, a fiatal szülőket esetleg vonzanák, vagy ugye be lehetne járni munkahelyre, ingázni esetleg, vagy az utak minősége is olyan lenne, vagy saját autóval el tudnának menni, és a munkahelyek tudnának ehhez bejárási támogatást biztosítani, ilyenek nincsenek. Pont ezért, mert túl messze van. Így sokan vannak, akik eljárnak dolgozni, tehát valahol máshol, de így hetelnek, úgymond, hogy hétvégére jönnek haza, és hát sokan vannak, akik pedig szinte életvitelszerűen nem is tartózkodnak a Abátszalókon. Helyben pedig a mezőgazdaság nyújtotta lehetőségeket lehet kihasználni. Elég nagy a munkanélküliség is, tehát a közmunkaprogram az nagyon sokat segít a Abátszalókon. Jelenleg több mint 400 közfoglalkoztatottunk, közmunkásunk van, akiknek olyan programokat próbálunk biztosítani, amelyekkel hasznosan a település javát szolgálva, és természetesen a saját családi gyarapodásukat, életüket tudják javítani. Ezen kívül néhány vállalkozás, mezőgazdasági vállalkozásaink vannak, akik viszonylag nagyobb számban tudnak fölvenni dolgozókat, illetve hát az önkormányzat a legnagyobb munkáltató az intézményei által, hogy fönntartja ugye, általános iskola, óvoda, idősek otthona, bölcsöde, egészségügyi centrum, már olyan értelemben, hogy van orvosi rendelő, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, tehát ezekben és a hivatalban dolgozó munkatársaink, akik hát tudnak munkát találni ott helyben.
És, ja, hát én, bocsánat, és hát az idegenforgalom természetesen vállalkozói szinten is, uh-huh. és az önkormányzat szervezésében is, amely egy nagyfokú kiegészítést, egy lehetőséget tud nyújtani, csak mint úgy, mint a turizmusnál általában, szezonálisan befolyásolja az időjárás. Esetleg lát-e abban lehetőséget a turizmussal kapcsolatban, itt a fejlesztésekre gondolok, esetleg pályázatok kihasználását, hogy ezt fejleszteni a bátszalokon, hogy ez esetlegesen munkahelyet biztosítson az ott élők számára. Van-e erre remény, elképzelés, vagy lát-e ebben lehetőséget? Igen, természetesen. Tehát a bátszalóknak ugye két fő lába van egyenlőre, amin tud állni. Az egyik ez a mezőgazdaság, tehát a térség adottságainak a kihasználása. Ezen szeretnénk fejleszteni esetleg a kistermelői szinten is beépítve, vagy a közfoglalkoztatottak azok, akik megtanulják bizonyos növényeknek, termékeknek az előállítását. Ezt egyre magasabb szintre szeretnénk emelni, és hát nem titkolt cél az is, hogy esetleg utána ők, mint kisebb családi vállalkozás ezt próbálják hasznosítani, és annak az által előállított termékeket pedig az idegenforgalomba tudnánk majd átvinni, mert a másik láb az az idegenforgalom, turizmus, amely meghatározó. Természetesen az utóbbi években kevesebb fejlesztési lehetőségünk volt ezen a területen. Most bízunk benne az új pályázati források megnyílása során, hogy tudunk itt egyfajta fejlődést elérni. Kívánunk egy nagyobb összeget befektetni a strand fejlesztésébe, tehát hogy megvizsgáltuk azt, hogy a bátszalóknak a Tisza-tó tekintetében mik a legjobb lehetőségei, tehát mi az, ami nekünk van. Ugye nekünk van egy nagy vízfelületünk, amely a vízisportokat tudja legjobban magába foglalni, és hát a Tisza-tavon a bátszalókon van a legjobb adottságokkal rendelkező szabad vízi strandja. Hát akkor, hogyha a Tisza-tó térségét tekintve nekünk ez a legjobb adottságunk, akkor ezt kell fejleszteni. És akkor ebbe próbálunk infrastruktúrális szempontból. Az idén még nem fog jelentkezni, de a következő évben szerintem már az oda látogató vendégek mindenképpen ezt érzékelni fogják. A célunk egy teljes újjáépítés, tehát akik ismerik a bátszalókot, a lent lévő, a strand területén lévő üzletsorok, épületek, büfékeket teljes mértékben szeretnénk megújítani, egy sokkal családbarát, gyermekközelibb strandot szeretnénk kialakítani. Persze ugyanúgy van, hogy ez állami terület és a köti-kövizig kezelésében van, tehát mi ezt a területet csak béreljük, és hát bizonyos kötöttségei vannak. Ezt nehezen szokták megérteni dunántúli vendégek, balatoniak, hogy itt miért nincs úgy, hogy panziót építünk a víznek a partjára, meg ilyesmit. Tehát ebben az a nehéz, hogy hát itt egy védőtöltés van. Tehát ez egy olyan tó, ami valójában nem tó, hanem ez egy duzzasztott folyó, és ennek a lehetőségeit próbáljuk idegenforgalmi szempontból kihasználni. Tehát közvetlenül a vízpartjára nem lehet létesítményeket építeni, nem lehet zuhanyzót, nagy az igény, hogy zuhanyzók legyenek a vízoldali oldalon, de ez környezetvédelmi, természetvédelmi szempontból ezeket nem lehet érvényesíteni. Mindig igyekszünk azon, hogy ezt a kedves vendég is azért érzékelje, tudja, és akkor ehhez képest végrehajtani a mi fejlesztéseinket. Hát olyan strandot kialakítani, amely mobilizálható igazából, tehát ha szükséges egy árvíz esetén, mert ugye itt az árvíz is érinthet bennünket, egy árvíz esetén ez elbontható, vagy visszarakható, visszaépíthető, tehát sem anyagi kár ne érintse sem a települést, sem pedig a természeti környezetet a turizmus sem se károsítsa. Tehát akkor a turizmussal kapcsolatban vannak elképzelések és fejlesztési területek. Ugye egy városban az önkormányzat a vezetés mellett nagyon fontos szerepet játszanak az ott működő civil szervezetek, különböző alapítványok, egyesületek, akik a már a létükkel, a programjaikkal, a céljaikkal segítik az ott élőket, embereket, különböző intézményeket, szervezeteket. A bátszalókon e tekintetben beszélhetünk-e ilyen egyesületekről, alapítványokról?
életvitelszerűen viszonylag kevesen tartózkodnak. Tehát a lélekszámhoz viszonyítva talán a fele, tehát olyan 2600-700 lakos, beleértve a gyermekeket is, tartózkodik életvitelszerűen hosszú távon abátszalókon. Így nem túl sűrű, nem nagy számban vannak azok a civil szervezetek, amelyek jelen vannak, természetesen vannak. Több nyugdíjas csoport is működik a településen. Előregedő település vagyunk. Ezt nem szeretem ezt a szót, mert olyan furcsán hangzik ez, hogy előregedő, de nyilván az idősebb korosztály, azok, akik nyugdíjasok, ők annyira már nem mennek el keresni munkát, tehát ők a helyben lévő lehetőségeket próbálják kihasználni, és klubokba, csoportokba tömörülve szervezik az életüket. Igazából majdnem minden hétvégén vannak nekik programjaik, és ők nagyon aktívan részt vesznek a település életében, tehát amikor nekünk a nyári idegenforgalom során, vagy a különböző programjaink során, itt volt például legutóbb a Tiszator rendezvény, akkor ezek a civil szervezetek föllépnek ezeken a rendezvényeken. Egyre jobban, egyre szorosabban szeretnénk is őket bevonni. Van egy egyesület, a Tiszató Régió Ifjúságáért Egyesület, aki például a kulturális területen nagyon aktív, és elképzelhető, hogy a művelődési ház felhasználásával egy ilyen civil szervezetet, civil házat szeretnénk velük karöltve működtetni, ahol ezeknek a csoportoknak otthon tudnának adni, és szeretnénk a fiatalság, az ifjúság irányába is bővíteni ezeket a lehetőségeket. És akkor így még jobban be tudnának kapcsolódni a település életével. Említette az előzőekben a kulturális rendezvényeket. Gondolom, hogy ezekben is bővelkedik abátszalok, és ezek köthetőek bizonyos évszakokhoz. Melyek azok a rendezvények, kulturális rendezvények, amelyek nagyon jellemzőek abátszalokra, meghatározóak? Ugye az abátszalóki nyár az több mint 30 éve, tehát 82-ben indult először, tehát most már 34 éves múltra tekint vissza. Ugye meghatározó településként, ugye, tehát a helyi adottságokhoz, illetve a földrajzi adottságokhoz viszonyítva, tehát ugye a tó kialakításával abátszalókon indult meg a mag, ott kezdett szárba szökkenni. És az akkor is úgy indult el, hogy egy egész nyaras programsorozat volt, ez most is így van, még ennyi év távlatából is. Persze a gazdasági helyzeteket figyelembe véve próbálunk olyan kulturális eseménysort létrehozni, ami az ide látogató vendégeknek a kedvére van, biztosítja a szabadidőnek azt a hasznos eltöltését, azt a részét, amelyet mondjuk nem a strandolással, vagy vízisportolással, túrázással töltenek el. És ugye mindig viszonylag rövid időre korlátozódott ez le, június közepétől augusztus végéig, 20-a utánig körülbelül ez az időszak, és régóta nem titkolt célunk, hogy természetesen kibővítsük ezeket a programokat, így a legfőbb nyitó rendezvénye a abátszalóknak, amely a turistákat is igazából érinti, ez a Tiszator rendezvénye, amely most zajlott le nem olyan régen. Március első hétvégéje mindig ez az időpont, amelyet megcéloztunk. Pontosan azért, mert az emberek szeretnének kimozdulni már egy kicsit a téli bezárt világukból, és így egy hagyományőrző rendezvényt kívántunk. Tehát a nagykunság, az abátszalóki részeknek a sajátosságát, népi kultúráját, az ehhez tartozó, a disznótorhoz, az a családias légkör, ami kapcsolódik a citeraszótól, a népzenéig, a néptáncig, tehát ezt próbáljuk ezzel a rendezvénnyel felölelni. Ugye ez egy többnapos rendezvény volt most is, ugye? Ha jól tudom, háromnapos. Így van. Elég sok szervezést igényelt, hiszen három napig a vendégeket, a közösséget szórakoztatni, foglalkoztatni, azért az nem kis feladat. Igen. Hát rendszeresen már november
vagy az ősz folyamán hozzákezdünk, ugye a nyárnak vége van, egy pici elszámolás, egy pici szusszanás, és utána novembertől hozzákezdünk a következő évi Tiszatornak a szervezéséhez. Nagyon nagy szervezést igényel természetesen, és tehát folyamatosan a csapatok meghívásától kezdve vannak, akik visszajáró vendégek, és így építjük föl folyamatosan. A szervező csoport rendszeresen találkozik, és a kiosztott feladatokat, azokat mindig értékeli, és megpróbálunk mindig előrébb lépni. Mindig vannak egy kis hibák, ezeket próbáljuk korrigálni. Az idén is tapasztaltuk hibákat, de ezeket ebből építkezve a következő évre tudunk egy folyamatos fejlesztést elérni. Az idén 10. Tiszator volt, tehát egy picit ugye jubileumi rendezvény, háromnapos rendezvény volt. Most pénteken csináltunk egy konferenciát, a sertéstenyésztői konferenciát a Magyar Agrárkamara támogatásával, segítségével, a Huba Imre elnök úr vezetésével történt meg ez a konferencia. Több mint olyan 150 résztvevő volt ezen a rendezvényen. Én is ott voltam a megnyitó alkalmával, és remélem, hogy hasznos tanácsokat tudtak szerezni a sertés tenyésztés, sertés tartás, feldolgozás, illetve folyamatos fajtafejlesztés, illetve a fajtákkal kapcsolatosan. Úgyhogy nagyon sikeresnek bizonyult ez a konferencia, és a másnap pedig volt maga a Tiszator rendezvénye, amely az idén csúcsokat döntött a látogatottság tekintetében valóban. Tehát a tavalyi évhez képest egy 50%-kal magasabb látogatottsági szintet tudtunk elérni. A belépőjegyek tekintetében számolva ez a 8000-es látogatottságot érte el a rendezvény. Akkor egyre ismertebb ez a rendezvény most, nem csak itt a térségben, hanem gondolom, hogy messzebbről is érkeztek vendégek. Igen, messziről is érkeztek, de nem is tudom, tehát Budapest, Debrecen nyilván, de van, aki rendszeresen visszajár a Dunántúról erre a rendezvényre. A vendégek elégedetten távoztak, tehát a legtöbb visszajelzés, ami visszaérkezett hozzám, vagy a ügyvezető igazgató úrhoz, azok pozitívak voltak. Arra kell odafigyelnünk, hogy több kaput kell majd nyitnunk. Gondoltuk, hogy lesz egy létszámemelkedés, hiszen 4 napos szünet volt, az időjárás is jót hozott számunkra ennek a rendezvénynek, úgyhogy bíztunk benne, hogy sokan lesznek. Föl kell készülnünk a következő évben több kapu nyitására, több pénztár beállítására, hogy folyamatosabban tudjanak a vendégek bejönni. Tehát ez a legnagyobb tapasztalat. Vagy elgondolkodunk azon, tervezzük, hogy esetleg online módon lehessen majd tikettet vagy jegyet vásárolni, és akkor egy olyan kaput is nyitunk, ahol már előre kinyomtatott jegyekkel lehet bejönni, és akkor belül pedig a kóstoló jegyeket több helyszínen majd meg lehet vásárolni, amelyekkel a vendégek körbe tudnak menni a Böllér falván. Van, bízunk benne, hogy ahogy telnek az évek, egyre profibban lesz megszervezve ez a Tiszator Fesztivál. Tehát ez a tavasz nagy rendezvénye, beszéltünk a bátszalóki nyári rendezvényekről. Esetleg őszre van-e valamilyen rendezvény vagy rendezvénysorozat a városban? Igen, tehát ez a nyitó rendezvény március, utána megyünk tovább május pünkösd. Az nekünk ahhoz van egy olyan rendezvényünk, a pünkösdi királyválasztás. Ennek nagy hagyománya van. Ez civil szervezet szervezi egyébként, a Tiszató Régió Ifjúságért Egyesület. Vannak helyi fiatalok, hál' Istennek, akik lovakkal egyre jobban foglalkoznak, tehát azért még megy itt vidéken a lovaskocsis fuvarozás, meg állattartás, és volt egy olyan időszak, amikor nagyon visszaesett ezeknek a száma, most az utóbbi időben egyre többen kedvelik, fiatalok is, és vannak lovasaink, tehát hátas lóval tudnak jönni a fiatalok erre a rendezvényre. És akkor a pünkösdi királyválasztás, ez egy ilyen lovas program, a Füzes Kempingben rendeztük meg tavaly egy nagyon jó helyszínen, ahol árnyékos területek vannak, fölépítve egy kis tanyát, egy kis gémeskúttal, és itt virtuskodnak a magyar kunsági legények. Tehát ez a rendezvény, ez a pünkösdhöz kapcsolódóan ismét meg lesz.
Utána megyünk bele a szezonba, júniusba, június közepén, 17-én, 18-án lesz egy motoros, kamionos találkozó. Ennek is van már egy hagyományosabb része, mert mindig megpróbáljuk megkeresni azokat a rendezvényeket, amelyek beváltak, jók a visszajelzések, szeretik a vendégek, és akkor egy olyan célközönséget próbálunk egy-egy hétvégére több napra összecsoportosítani, hogy minél látogatottabbak legyenek ezek a rendezvények. Tehát ott ez a szezonnyitó rendezvény is lesz egyben, rockpódium, a motorosok, kamionosok, aki ehhez a körhöz tartozik, őket fogjuk itt szívesen látni. A következő program június vége a Krumpli Fesztivál, az abátszoloki Kompér Fesztivál. Ez is egy olyan bejáratott rendezvény, amit nagyon kedvelnek. Ennek van egy külön sajátossága, hogy a portákra lehet, tehát a falusi szállásadók, fizető vendéglátással foglalkozó szálláshelyek kapcsolódnak be ebbe a programba civilként, és a kedves vendégnek kerékpárral, gyalogosan próbálnánk szervezni lovaskocsis látogatást is, el tudnak menni a különböző portákra, és ott krumplis ételeket, kompéros ételeket kóstolhatnak egy úti lap segítségével. És természetesen ez egy verseny is, tehát ezeket a lapokat utána kedves vendégek visszahozzák, értékeljük, és akkor a nap végén pedig értékes nyereményeket kapnak azok a porták, akik versenyeznek ezen a programon. Ez egy érdekes és nagyon vonzó program, hiszen azt hiszem, hogy a krumpli az egyetlen egy olyan növény, amiből rengeteg féle ételt lehet elkészíteni. Ja, ilyenkor föl lehet ezeket sorakoztatni. Igen, tehát olyan csodálatos ételeket szoktak készíteni, a tortától kezdve mindenféle burgonyás, különleges ételeket, úgyhogy tehát ugye a torta, a pogácsa, a különböző egyéb egytálételek, de hát köretként is lehet használni. És hát a Bátszalók arról volt korábban híres, két mezőgazdaság tekintetében két fő termékcsoportja volt, az egyik a gyümölcs, sokféle gyümölcs, a másik pedig a krumpli. Ezt hordták be ide Karcagra is, de hordták be az Egri piacra több napos szekérúttal, illetve Szolnok felé is hordták annak idején, tehát maga a talaj az nagyon alkalmas a burgonya termesztésre, ezért is alakult az ki, hogy akkor ezzel a krumplival nekünk itt foglalkozni kell vele, tehát a mi sajátosságunk. Spanyolországban paradicsom fesztivál, akkor nálunk krumpli fesztivál. Nagyon helyes. A kulturális programok sorából nehogy kihagyjunk valamit, mindent érintettünk. Hát utána megyünk tovább. Még megyünk tovább. Júliusban, ahogy melegszik az idő, akkor a sportoké lesz inkább a főszerep. Uh-huh. Tehát átmegyünk a sport világába, Tiszató átúszó verseny természetesen, mint hagyományos az meg lesz. Utcai kosárlabda fesztivál, strandröplabda, strandfoci fesztivál. Családi sportnapok lesznek, a kerékpározás. Tehát ugye Abátszalóknak is, mint a Tiszató körül, nagyon sok településnek a sport tekintetében, a szabadidős sportok tekintetében nagyon jó lehetőségeik vannak. Ezért ezt is szeretnénk kihasználni, az ide látogató vendégeknek a lehetőséget megadni, nem csak szabadidős jelleggel, hanem egy picit verseny jelleggel is. Tehát nem kifejezetten profi versenyre, hanem inkább az amatőr sportolásra buzdítjuk a vendégeket is, és a helyieket is természetesen, tehát azért vannak, akik helyiek is versenyeznek. Az előző évekhez képest most a sport tekintetében lesz egy újabb program, augusztus 20-a, 21-én motorcsónak verseny lesz. Motorcsónak világbajnokságnak adunk helyszínt. Magyarországon lesz, ezt eldöntötte a Magyar Motorcsónak Szövetség. Magyarországon lesz, és a helyszínt kiválasztva Abátszalókra esett a választás. Eljöttek, meg is nézték a helyszínt. Hát ez egy nagyon érdekes verseny lesz. 6 órán keresztül fognak körözni egy kijelölt pályán a csónakok. És lesznek kisebb motorok és nagyobb motorok is, tehát mindig lesz benne valamilyen látvány, hogy körben mennek a csónakok, de egy versenyző csak 2 óra hosszáig vezethet,
illetve hát meg kell állni ezekkel a csónakokkal, tankolni is. Tehát egy picit olyan, mint a Forma 1, hogy ki kell állni a boxba, és meg kell tankolni, hát itt kereket nem kell cserélni, de föl kell tölteni a tankot, és így fognak körözni. És az a versenyző fogja nyerni, aki a leghosszabb távot teszi meg. Ez egyébként bent lesz, tehát a közönséget, a strandoló közönséget nem fogja egyáltalán zavarni. Látványban látványos lesz, hiszen a gát, mint természetes lelátó fog tudni működni, de akik strandolnak, ők is rá pillanthatnak a versenyre, tehát az Abátszalóki medence belső részén fogják fölépíteni ezt a pályát, és ott köröznek. Olyan több mint 10 és 20 közé esik jelenleg, tehát a tervek szerint a csapatoknak a száma, ebből kettő lesz valószínűleg magyar, a többiek pedig külföldről érkeznek. Dubajból is lesz versenyző, Ukrajnából is lesz versenyző, a nyugati országokból is lesz valószínűleg akkor versenyző. Ez egy olyan lehetőség a Abátszalóknak, és egy olyan program, ami most nyáron bízunk benne, hogy nagyon sok külföldi vendéget is vonzani fog, legalábbis többet, mint az eddigi nyarakon. Igen, igen. Ez az egyik célunk, és nagyon örültünk annak, hogy minket kiválasztottak erre a szerepre, a Abátszalókot választották ennek a világbajnoki futamnak. Mivel első lesz, ezért majd a tapasztalatokat begyűjtjük, és hogyha sikeres, akkor bízunk benne, hogy a következő években is tudunk ennek helyszínt biztosítani, és hát természetesen ugye külföldi vendégek itt lesznek, ezért próbálunk a parton is, és majd a településen is olyan magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtani, amelyeket az idejövő, vagy az ide látogató külföldi vendégek is esetleg pozitívan értékelnek, és akkor a következő évben is egyre nagyobb számban látogatnak meg bennünket. Gondolom, hogy ennek a versenynek van egy szervező bizottsága, de azért Abátszalókon is van egy olyan csapat, aki közreműködik ennek a szervezésében. Tehát nem Abátszalókra maradt ennek a nagy rendezvénynek a megszervezése, ugye? Nem, ez a Magyar Motorcsónak Szövetség szervezi a rendezvényt, mi inkább a hátteret és a helyszínt biztosítjuk. Lesz olyan elkülönített rész, tehát ugye a strandolókkal nem vegyíthetjük össze a versenyzőket, tehát egy ilyen mobilkerítéssel, egy olyan helyszínt kell nekünk biztosítani, ez lesz a mi feladatunk a Abátszalók részéről, hogy olyan helyszínt, hátteret, sátrat biztosítsunk, amely ki fogja tudni szolgálni a versenyt, illetve hát olyan mólót is stéget kell építenünk, ugye, ahol a hajók majd ki tudnak állni, a csapatok fölveszik a technikai dolgaikat, esetleg szerelni kell valamit, illetve váltanak a versenyzők, tehát ez a része a mi szervezésünkben fog bonyolódni. Sikerüljön nagyon jól ez a verseny, hogy legközelebb is itt rendezzék meg a Abátszalókon. Bízunk benne. Van-e még valamilyen kulturális rendezvény, esetleg a későbbiekben? A későbbiekben, ugye ez augusztus 20-a, ez igen, mindig minden településen. Igen, már lassan haladunk a nyár vége igen, felé. Nagy rendezvény, és utána megyünk a szeptemberbe, októberbe. Itt a legjelentősebb van egy olyan fesztivál, a Lecsó Fesztivál például, ugye gasztronómiai rendezvény, amely szintén több éves múltra tekint vissza. Ez természetesen ennek is elég nagy sikere szokott lenni, az idén is megszervezzük, és utána októberben, tehát szeptember végén, október elején pedig a városnapi rendezvény az, ami még nekünk nagy rendezvény, ez a város igazából a város életéhez kapcsolódik, de a rendezvény tekintetében természetesen vendégeket is és hazalátogató, elszármazott abátszalókiakat is szívesen látunk ezen a rendezvényen. Ugye Abátszalók két településből tevődött össze, Tisza Abád és Tisza Szalókból, és ennek most 220 éves évfordulója lesz. Az idén 1896-ban egyesült végleg a két település, de először volt már egy kísérlet, de utána csak külön váltak, és 1896-ban véglegesen egyesült, és ehhez szeretnénk majd a városnapi rendezvényhez egy ilyen kulturális eseményt még hozzá kapcsolni. Egyébként az idén 6 nagy koncertet tervezünk úgy a nyárra, tehát próbálunk egyre jobban előrébb lépni az anyagi dolgok tekintetében is.
lesz nálunk az Ocsó Macsó, lesz a Kárpátia koncert, Majka és Körtis lesz nagy rendezvényként, Gangsta Zoliék is eljönnek, Kállai Sanders Band is meglátogat bennünket, augusztus 20-án pedig Tóth Andi lesz a sztár vendég fellépünk. Tehát ezekben a programokban, illetve egész nyáron lesz folyamatosan kisebb programok, amelyek ingyenesen látogathatók. Ezek kisebb koncertek, kisebb események, kertmozi, tehát filmvetítés, illetve hát készülünk az Európa bajnokságra és az olimpiára is, úgyhogy szurkolói klubot is fogunk létesíteni a strandon, tehát azok a kedves vendégek, akik szeretnék egy nagyobb kivetítőn nézni, akkor ki fognak tudni látogatni ezekre a helyszínekre is. Tehát akkor márciustól októberig a bőség jellemzi a bátszalókat, ami a programokat illeti, és mindenfajta korosztály talál magának valót. Igen. Télen alszik a bátszalók, pihen. Télen pihenünk egy kicsit, és készülünk a következő szezonra. Igen. Mint említettem, ősszel már kezdjük a tavaszi program a Böllér szervezését. Szeretnénk esetleg a lehetőségekhez képest, mint minden település egyébként körbe a Tiszatavon próbál egy-egy lehetőséget megragadni. Ugye az északi részen, Tiszafüred, Porosztó térségében jégtúrákat szerveznek, már amennyiben van jég. Igen, ugye most a klímaváltozás, és nem mindig van olyan vastagságú jég, hogy esetleg a téli sportokra is lehessen. Nagyon jó lenne a lehetőség, az adva van, hogy korcsolyázni tudjunk a Tiszatavon. Az idén is kérdezték tőlem több médium is, hogy hogyan áll a jég, rá lehet-e menni, lehet-e korcsolyázni. Egy jégvitorlás bajnokságot sikerült megszervezni az idén a bátszalókon. Nagyon látványos volt egyébként, tehát nagyon nagy sebességgel tudnak száguldani ezek a jégvitorlások. Ezt a következő években is szeretnénk, de az a baj vele, hogy ugye ez az időjárás hatásainak ki van téve, hogy most tudunk-e jégprogramot szervezni, vagy sem. Ez nehéz, de amint a jég olyan, hogy alkalmas a korcsolyázásra, akkor lecsapunk rá és megpróbáljuk megszervezni, csak így nehéz előkészülni azoknak a vendégeknek, akik esetleg ide akarnak látni. Tehát nem lehet biztosan alapozni, hogy most lesz jég és meg tudják szervezni, vagy nem. Az időpontot sem tudjuk kijelölni, hogy na ekkor lesz jég. Tehát ezért akkor nehéz a téli időszakban akármilyen elfoglaltságot, turizmus lehetőséget biztosítani a Tiszán. Igen, talán ami a legjellemzőbb lehet, az a horgászat. Tehát erre van lehetőség, a bátszalókon elég szálláshely van ahhoz, fűtött szálláshely, hogy esetleg a horgászok el tudjanak ide látogatni. Mélyebb a víz itt ezen a területen, ugye leengedik a téli vízszintre a Tiszatavat, egy olyan 1-1,5 méterrel lejjebb kerül a vízszint a október-novemberi időszakban, és hát a ragadozó halak horgászatához ez alkalmas, akkor is, ha van jég, akkor léghorgászat, ha nincs jég, akkor pedig akár partról meg lehet ezt tenni. Tehát turizmus tekintetében ez az, ami talán a legbiztosabb. És mi a jellemző, ezt kihasználják a horgászok, vagy nem? Tehát látogatják a Tiszatavat télen a horgászok? Az a tapasztalatom, hogy igen. Természetesen nem olyan mértékben, mint nyáron, és hát vannak horgászok, akik specializálódnak, hogy ők rablóhalasak inkább, vagy ponthorgászok. Lesz egyébként egy horgász az egész Tiszatavon, több állomás helyen lesz egy bajnokság, egy országos bajnokság, pontyfogó bajnokság, illetve Tiszanána a túloldalon velünk szemben meg szokta rendezni a maga harcsafogó versenyét, horgászversenyét, ez a folyón, Tiszanána közvetlenül a folyópartján van, a Tisza folyó nagyon alkalmas, ugye erre ők szeptemberi időszakban szokták ezt, tehát az őszbe ez is egy picit bele tud tartozni. Beszélgetésünk végén mindenképpen megkérdezem, hogy milyennek képzeli el a bátszalók jövőképét? Mondjuk 10-20 év múlva hogy fog a bátszaló kinézni? Milyen programok lesznek? Fejlődőképes-e a város? Látja-e a lehetőségeket a településen? Igen, hát én nagyon bízom benne, hogy sokat fogunk fejlődni.
Természetesen a jelenlegi pályázati forrásokat mindenképpen szeretnénk kihasználni. Most terveink között szerepel egy gyermekorvosi rendelő és egy védőnői szolgálat teljes új épületének a megépítése, egy szociális főzőkonyha megépítése, amellyel a saját gyermekeinket, időseinket tudjuk majd ellátni, és az általunk megtermelt javakból a közfoglalkoztatás közmunka keretében előállított mezőgazdasági termékeket, nyersanyagokat felhasználva, ebből szeretnénk jelentősen előrelépni. Fel szeretnénk újítani, ugye idegenforgalom tekintetében is most lehetőségünk lesz, nagyon bízunk benne, hogy a pályázataink nyernek a templomainkat. A Bátszalóknak egy olyan sajátos helyzete van, hogy három templomunk van valójában, amely nem gyakori egy településen, legalábbis az ilyen kis települések tekintetében. Két református és egy katolikus, és az egyik kis református templomunk az megújult az előző években, most a másik kettőt is szeretnénk esztétikailag úgy felújítani, hogy az látogatható legyen, vonzó legyen az ide látogató vendégek számára is. A művelődési házunkat is szeretnénk felújítani, és hát az elején említettük a turisztikai fejlesztéseket, tehát a part megújítása mindenképpen célunk. Nem soká átadjuk a területet a Tanúszoda programunknak, tehát Tanúszoda fog épülni a Bátszalókon, most március végén, április elején átadjuk a területet, és ezt a kiválasztott cég most már a Nemzeti Sportközpontok által koordinált programban most már megépülnek. Tervek szerint egy év múlva birtokba vehetik a gyerekek, és valószínűsíthető, hogy nyári időszakban nem tartom kizártnak, de ez majd a későbbi üzemeltetés során fog kiderülni, hogy nyári időszakban a vendégek is igénybe fogják tudni venni ezt a tanúszodát, amely a strandhoz közel lesz, hiszen a füzes kemping területén belül helyezkedik el. Tehát folyamatosan a füzes kempingben is szeretnénk fejleszteni egy kicsit, tehát folyamatosan a bevételeinket, lehetőségeinket, pályázatainkat abba az irányba szeretnénk forgatni, hogy mindenképpen egyre jobban kis lépésekben, de folyamatosan tudjunk építkezni. Bízom benne, hogy ha építkezünk, akkor az abátszalóki fiatalok egy része, akik már úgy gondolják, hogy külföldön dolgoznak, akkor hazajönnek, és a műveltségüket, szorgalmukat, lehetőségeiket itt nálunk fogják kamatoztatni, és egyre jobban, egyre több ötlettel, kreativitással fogunk tudni előrébb lépni. Ezekhez a célokhoz, tervekhez kívánok lehetőségeket, sok-sok lehetőséget, kitartást és egy olyan közösséget a Bátszalókban, aki ezt összetartással meg is valósítja. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket.